Amikor utoljára találkoztunk a cégetekkel, akkor az Agrofotó versenyünknek az egyik támogatói voltatok, és egy drónnal is utalmaztuk a fődíjast. A My Action Cam társaságot elég régóta ismerem, még kezdetek kezdetén akciókamerák, drónhőskor, ami csak pár éve volt, de akkor is ma már hőskornak mondhatjuk. Meséld el nekünk, hogy a jelenleg mivel foglalkozik a cég, és mi a fő csapás iránya most a My Action Cam-nek? A cégünk jelen pillanatban több területre fókuszál. Az első, amit te is említettél, az a hobbi felhasználók, és ez a legrégebbi terület, az 2008 óta foglalkozunk hobbi felhasználóknak szóló kamerákkal, majd 2012-ben kezdtünk el erre a területre drónokkal is belépni. A másik terület az az enterprise vállalati és ipari megoldások, ahol ezeknek a területeknek próbálunk olyan megoldásokat szállítani, illetve mutatni, amivel a munkafolyamataikat fel tudják gyorsítani. Ide tartozik a mezőgazdaság is, ahol mind az adatgyűjtés, mind a kijuttatás területén tudunk eszközöket, illetve új munkafolyamatokat megmutatni. Jelen helyzetben egyébként a kijuttató eszközök azok nem csak a mezőgazdaság területén tudnak dolgozni, hanem a vírus elleni vagy a járvány elleni küzdelemben is kiveszik a részüket. Egyelőre még nem annyira bátran használják ezeket az eszközöket, de van néhány olyan úttörő partnerünk, aki ebbe már belevágott. És ezen kívül az oktatás, illetve a szervizelés azok a szolgáltatási üzletágok, amik futnak párhuzamosan. Ebben a vírusvédelmi helyzetben miben tud egy ilyen drón segíteni? Látni pár ilyen videót, ahol ilyen drónok permetezik az utcákat, ez a felhasználási módi? Pontosan igen. Itt annyi, hogy az utcák permetezésében személy szerint annyira nem hiszünk, illetve nem bizonyított az, hogy ott tud segítséget nyújtani. Viszont vannak olyan vélhetően fertőzött, vagy legalábbis szennyezett területek, amit nagyon nehéz lenne földről lefertőtleníteni. Itt autókról, különböző műtárgyakról beszélünk, és ha ezek egy jól körülhatárolható területen vannak, akkor sokkal hatékonyabban lehet drónokkal kijutatni a fertőtlenítőszert. Érdekes felhasználás. Mindenképp minden bajban van valami innovatív dolog, ami aztán utána előre viszi a társadalmat, azt látom. Picit beszéljünk a mezőgazdasági drónokról. Nekem is van drónom, használjuk, de nem professzionális célon, csak a tulipánosunkat fotózzuk vele, és rendkívül jól látni azt, hogy hol milyen gyomfejlettségi állapot van a tulipánosunkban, melyik milyen magasra nőtt, ezt még föntről is lehet látni, bármilyen furcsa. Mi az, ami a professzionális felhasználót meg kell, hogy fogja egy ilyen kamerában, egy ilyen drónban, milyen kiegészítő eszközök vannak hozzá, amire azt tudod mondani, hogy ez a mezőgazdaságban szükséges? Alapvetően már azzal a drónnal is, amivel ti a tulipánokat fotózzátok, és látjátok a magasságukat, már azzal is tudtok a mezőgazdaság területén hasznos adatokat begyűjteni. Akár hidrológiai modellezéshez a domborzati viszonyokat egy normál kamerával felszerelt drón, és egy akár havi licenszelésben online elérhető, viszonylag olcsó applikáció segítségével el lehet készíteni azokat a ortofotókat, vagy azokat a domborzati modelleket, amik segítséget nyújthatnak a tervezésben, vagy akár esetleg a biztosítási káreseményeknek a hatékony ügyintézésében. Tehát ez az első olyan belépő szint, ahol akár a néhány százezer forintos drónok is tudnak segíteni. Nagyon sok olyan ügyfelünk érkezik hozzánk a bemutató terembe, illetve érkezett, mert most azért megritkultak ezek a látogatások a mezőgazdasági területről, akik azt jelezték, hogy a biztosítási ügyintézésekhez használnak ilyen drónokat, mert hogy a biztosító szakembere az nem nagyon szeret bemenni az adott tábla közepére, hanem kívülről megszemléli, és fölír egy számot. Úgyhogy ezzel sokkal objektívebbé lehet tenni az adatgyűjtést. És hogyha ezeken picikét túlnyúlunk, akkor elérhetőek már azok a drónok, amik akár bővíthető eszközök, saját kamerákkal, külön kamerákkal felszerelhető, vagy külön szenzorokkal felszerelhető eszközök, vagy egybeintegrált rendszerek, amik
lehetőséget nyújtanak arra, hogy akár multispektrális felvételeket készítsünk, ugyanúgy akár ortomozaikként összefűzve nagyon nagy területről, és ez segítséget nyújthat abban, hogy a különböző kártevőket vagy betegségeket, esetleg vízhiányos állapotokat vagy stressz állapotokat fel tudjuk fedezni, és időben tudjunk rá reagálni. Még ifjabb koromban volt egy kapcsolatom Németországban, és ők azzal voltak elfoglalva, hogy különböző színspektrumon fényképezték nyilván a területet, és képesek voltak arra, hogy például a rovar kártételt megállapítsanak. Ez viszonylag egyszerű volt egy vetésfehérítőnél, ami szó szerint kifehéríti a gabonát, de más rovar kártételt is meg tudtak állapítani, és különböző színspektrumot használtak. Tudsz ilyen irányú felhasználásom, ez kicsit technikusabb, mert ez amiről beszélek, ez volt már, mit tudom én, 8 éve. Akkor még ilyen épített drónokkal foglalkoztak. Tudsz ilyen irányú kísérletekről, mert mondtad, hogy szakemberekkel dolgoztok együtt, mert nem lehet mindenki minden területen jó. Van ilyen infód? Így igaz, tehát amit fontos kiemelni, hogy mi itt a MyActionCamp-nél a drón technológia felhasználói vagyunk, és sajnos nem tudunk minden területhez is érteni. Elég sok olyan partnerünk van a rendvédelemtől elkezdve az energiaszektoron át mezőgazdaságig, amihez szinte lehetetlenség, hogy mindenhez megfelelő mélységben értsünk. Ezért dolgozunk olyan szakértőkkel, illetve olyan viszonteladó partnerekkel, akik az adott területen sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkeznek. És így nagyon sok mindennel találkozunk a mezőgazdasági területen is. Vannak automatizmusok, vannak olyan mesterséges intelligencia felhasználásra törekvő megoldások, amik segítenek ebben, hogy felfedezzük a különböző anomáliákat. És ha a számítógépek nyelvén nézzük, akkor az teljesen mindegy egy adott automatizmusnak, hogy ő most egy elhagyott tárgyat keres az adott képen, vagy van egy olyan multispektrális, valamelyik színtartományban felvetődő, ismétlődő hiba, amit észre kell venni. Amikor beszélgettünk előtte, mondtad, hogy vannak érdekes szenzorok már, és elég sokféle szenzort mellé tudnak kötni, ami érdekes lehet, mondjuk nem mezőgazdasági felhasználás, de például egy gázszivárgás szenzor, amire messziről érez valamilyen gázt már a levegőben van összetételt. Milyen ilyen érdekes szenzorok vannak még, amit megosztanál? Ez egyébként egy tényleg egy érdekes megoldás, ez egy lézeres metándetektor, ami nagy távolságból képes érezni a metánnak a jelenlétét, de a legkülönlegesebb payloadok, ezek a függesztett hasznos terhek érhetők el. A minap érkezett hozzánk egy nagy fényerejű irányítható keresőfény, ami nem tűnik annyira nagy izgalomnak, de amikor kettő kamerát tudnál felfüggeszteni a drónra, és az egyik kamera helyére fölteszed ezt a keresőfényt, akkor szinte nappali világosságot tud csinálni a másik kamerának, és nem csak ő kamerával tudsz éjszaka körülnézni, hanem normál nappali kamerával is. De ezen kívül a rendvédelem terén vannak olyan függeszthető hangszóróink, amik nagyon nagy hangerővel bírnak, és ha majd vége ennek, most nem szeretném stresszelni a mikrofonomat, de nagyon szívesen megmutatom, igen, jól lehet vele szórakozni. Akkor lehet, hogy ezt kell használni majd seregélyriasztásra itt a szőlőkben, amik itt szőrösgyörök körül vannak. Ha már van ilyen hangtechnika hozzá, lehet jó lesz seregélyriasztónak. Egy kicsit komolyabbra véve a szót, ugye sokan próbálkoznak azzal, hogy kijuttatják a növényvédőszert a területre, a drónnal, ahol ott ennek a jogszabályi háttere még nem annyira van meg. Hogyan ez a jogszabályi szabályozás, illetve a jogi szabályozás ennek a dolognak, mennyire engedett már egyáltalán a repülés, és utána pedig a kijuttatás? Két külön terület szabályozása módosul a közeljövőben. Az egyik maga a repülést fogja szabályozni. Itt az Európai Unió által tavalyi évben megírt keretrendszert kell Magyarországon is alkalmazni, és ennek a magyarországi specifikációja van most folyamatban. Ez fogja külön a drónok kategóriáját és a hozzájuk szükséges engedélyek, oktatások és elvárásokat specifikálni, hogy hogyan is működhet ez. Nagyon sok repülés egyszerűsödni fog, viszont a mezőgazdasági repülések általában a súly miatt nagy valószínűséggel megmaradnak ugyanúgy a kicsikét körülményesebb felhasználás
vagy inkább engedélyezés szintjén. A másik az pedig maga a kijuttató eszköz, amit ugye a NEMIC jelezte a tavalyi évben, hogy még mielőtt nagyon elterjednének az eszközök, felhívta a figyelmet arra, hogy ezeknek a használata az nem engedélyezett. Úgyhogy pont emiatt magyar referenciákról sajnos nem tudok beszámolni nektek, csak néhány kísérleti engedéllyel rendelkező partnerrel, viszont külföldön szép számban vannak végfelhasználók, akik már használják ezeket az eszközöket. Kicsit nagyon sokat segít, nem kell a növényállományt taposni a permetezőkkel, hogyha a drónnal is meg lehet oldani. Itt az a kérdés, hogy lehet-e annyi növényvédőszert felvinni, amit még hasznosan szórni lehet, vagy már hasznosan szórni lehet. Sok konferencián és megbeszélésen megkapjuk ezt a kérdést, hogy amíg egy hidas, az elbandukol 200 literrel, addig én mit akarok egy 10-20 literes tartállyal. Itt kettő dologra, de lehet, hogy lesz három is, tehát néhány dologra fel kell hívni a figyelmet. Az egyik az az, hogy amikor már akkora a taposási kár, akkor nem biztos, hogy be fog tudni menni az a hidas, tehát érdemes lehet a drónnal többet fordulni. Ugyanez a helyzet akkor, hogyha hektikus időjárás miatt éppen egy nagyobb bacska csapadék mennyiség zúdul az adott táblára, akkor szintén bejárhatatlan. Illetve a drónnal tudunk foltszerűen permetezni. Tehát egy multispektrális kamerával föltérképezzük a táblát, és az adott kielemzés után az adott területekre tudunk csak megfelelő mennyiségű hatóanyagot kijuttatni. Ilyen szempontból nagy előny a drónos felhasználás, illetve a másik oldala pedig az, hogy azért egy drón az egy óra alatt ideális esetben, hát a gyártói specifikáció szerint 10, de a gyakorlati tapasztalataik alapján inkább azt mondom, hogy ilyen 7-8 hektárt képes leszórni. A legújabb drónok azok képesek flottában is repülni, tehát egy vezető akár 5 drónt is el tud indítani az óránként, akkor mondjuk ideális esetben 50 hektár lefedve szórását jelenti. Ezek csak a papíron létező számok, tehát még mielőtt valaki kihív engem a táblára, és azt kérdezi, hogy mutassam meg, hogy akkor hogy jön össze az az 50 hektár. Én nem szeretek sárkányfüvet árulni, ez valóban nem fog így összejönni, tehát ez a gyártó, amit beleír a specifikációba. Viszont a DJI Agras MG1P és T16-os modellek azok már képesek rajban repülni. Egy ember nem fogja tudni lekezelni ezt, és nem fog kijönni az 50 hektár egy óra alatt, mert akkumulátort kell cserélni, után kell tölteni. Összetettebb ez a feladat annál, mint ami így elsőre kihallatszik ebből, de azért lehet hatékonyan használni a drónokat. Ezek érdekes felhasználások. Én azt remélem, hogyha erről van anyagozók, azt megosztjátok velünk, illetve a nézőinkkel, olvasóinkkal a közeljövőben, számítunk rá. Ebben a helyzetben, meg amikor mondtad is, hogy a boltba se lehet nagyon benni, inkább a kiszállításban bíztok, meg a webshopban, én jó egészséget és ehhez tartozó sikereket kívánok már, mint az értékesítéshez tartozó sikereket, sok tapasztalatot, és osztátok meg velünk ezeket. Rendben, így lesz. Köszönöm, szép napot, szia! Köszönöm, viszont szervusz!